Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntjük Önöket az operatív törzs tájékoztatóján. Elsőként kérem hallgassák meg Kis Róbert rendőr alezredes úr tájékoztatását. Köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlöm Önöket. Ismertetem a tegnapi napon a védelmi intézkedésekkel összefüggésben végrehajtott rendőri intézkedések adatait. Az elmúlt 24 órában összesen a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 145 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, így a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta ez idáig összesen 20.618 rendőri intézkedést végeztünk a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. 127 személlyel szemben intézkedtünk, mert a 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település területén az önkormányzati rendeletekben elrendelt maszkviselési kötelezettségnek nem tettek eleget a közterületen, illetve a rendeletekben meghatározott nyilvános helyen. 27 személlyel szemben alkalmaztunk figyelmeztetést, 46 személy részére szabtunk ki helyszíni bírságot, míg 54 személlyel szemben tettünk szabálysértési feljelentést. A tömegközlekedési eszközön, illetve a tömegközlekedési eszközök várakozó helyein 4 személlyel szemben, míg a kereskedelmi üzletekben és a bevásárlóközpontok területén 14 személlyel szemben intézkedtek rendőreink a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. Ellenőrizzük továbbra is a vendéglátó üzleteket. A kereskedelmi üzletekre, vendéglátóhelyekre, szórakozóhelyekre, szálláshelyekre, illetve szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése ügyében ez idáig 751 rendőr intézkedést végeztünk. Ebből az üzemeltető, illetve a tulajdonos felelőssége 201 esetben volt megállapítható, míg az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve a bentartózkodás tilalmára vonatkozó rendelkezések megszegése miatt 550 rendőr intézkedést hajtottunk végre. Továbbra is ellenőrizzük a kijárási tilalmat a közterületen. Az elmúlt 24 órában összesen 273 személye szemben intézkedtünk. A kijárási tilalom, illetve a közterületi magatartási szabályok, a gyülekezés, illetve a csoportosulás tilalmára vonatkozó rendelkezések megszegése miatt. Így összesen a november 4-i kijárási korlátozás, illetve a november 10-én 24 órakor hatályba lépett kijárási tilalom ellenőrzése óta összesen 27.645 rendőri intézkedést végeztünk. A tegnapi napon is ellenőriztük a koridorokat, ahol 46 rendőrintézkedést hajtottunk végre, így összességében a Magyarországon személyforgalomban történő tranzitálási szabályok megszegése miatt eddig 10.098 rendőrintézkedést végeztünk. És a végére a hatósági házi karantén adataink. A tegnapi napon 8.962 helyszíni ellenőrzést végeztek rendőreik, az elrendelt hatósági házi karanténok száma 2.297-es, így a mai napon az elrendelt és érvényben lévő a kimutatások szerint 19.932, az elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazásra regisztrált felhasználók köre a mai napon 1.862. Köszönöm szépen! Köszönöm, alezredes úr! Most kérem hallgassák meg dr. Müller Cecília, országos tiszti főorvosasszony tájékoztatását. Üdvözlöm Önöket! Az elmúlt 24 órában 1410 fővel nőtt a beazonosított fertőzött személyek száma. Sajnos 98 beteg elhunyt a megbetegedettek közül. Ők valóban jellemzően idős, krónikus betegek voltak, de látjuk azt, hogy mindig találunk olyan személyt is, aki a középkorosztályból, vagy esetleg a fiatalok közül veszi áldozatát, vagy esik áldozatul a betegségnek. Éppen ezért, noha Magyarországon a környező országokhoz képest is viszonylag kedvezőbb járványügyi adatokról tudunk beszámolni, semmiképpen nem lazíthatunk azokon a járványügyi szabályokon, intézkedéseken, amelyeket meghoztunk és fenntartunk. Ez nagyon szükséges, hiszen látjuk azt, hogy számos országban, most már 60 országban detektálták az angol mutáns variációját, és azt is halljuk, hogy brazil, afrikai és egyéb mutációk jelennek meg. Ez alapvetően nem újszerű információ, hiszen tudjuk jól, hogy a koronavírus természeténél fogva mutálódásra képes. Itt az a fő kérdés,
hogy a mutánsokkal szemben a védőoltások változatlanul védenek-e, megállják-e a helyüket a küzdelemben. Egyelőre a kutatók szerint az angol mutáns ellen hatékonyak a jelenleg bevezetett védőoltások. Nyílik továbbra is az olló, ez azt jelenti, hogy egyre több a gyógyultak száma, és egyre kevesebb aktív fertőzöttet tartunk nyilván Magyarországon. Ezt a kedvezőbb járványügyi helyzetünket akkor tudjuk fenntartani, hogyha növeljük a beadott védőoltások számát. Tudjuk jól, hogy ebben a szakaszban a védőoltások azok, amelyek a járványt megfelelő minőségben kezelik, hiszen ez az egyetlen specifikus védelem, amely konkrétan az új koronavírus ellen véd minket. Az eddigi tapasztalataink jók a védőoltásokkal kapcsolatban, kevés bejelentés érkezik csekély számú mellékhatásról, amelyek jellemzően gyorsan el is múlnak. Orvosi beavatkozást nagyon ritkán, illetve kis mennyiségben igényelnek ezek általában helyi reakciók, vagy néhány piros pötty jelenik meg testszerte, esetleg egy-egy nyirokcsomó duzzanat, ettől súlyosabb hatásokkal nem találkozunk. Mára már 134.554 fő beoltása történt meg. Ők azok, akik az első oltásukat megkapták, és közülük 4030 fő már a második védőoltását is megkapta. Ez azért nagyon fontos, mert láthatjuk azt, hogy kórházainkban még mindig nagyobb számban ápolnak, bár ez a szám is csökkenő, de még mindig nagyobb számban ápolnak koronavírusos betegeket. 4049 fő van jelenleg kórházban, és 286-an szorulnak lélegeztetésre. Fontos az, hogy meggyorsítsuk a védőoltásoknak a beadását, nagyobb számban jussunk hozzájuk, ezért egy jelentős előrelépés az elmúlt napon, hogy a Magyar Gyógyszerészeti Hatóság engedélyezte az AstraZeneca és a Sputnik vakcináknak az alkalmazását Magyarországon. Ez egy vészhelyzeti alkalmazás, ami azt jelenti, hogy ez az engedély egyelőre 6 hónapig érvényes, ami egyszer meghosszabbítható. Ezeknek a vakcináknak a felhasználása úgy történik, hogy azon túl, hogy megvan az engedély a magyarországi felhasználásra, minden gyártási tételt megvizsgál a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma, és csak ezen vizsgálatokat követően történhet ezeknek a védőoltásoknak a beadása. Ami oltóanyag eddig érkezett Magyarországra, nem elegendő mennyiség, hiszen tudjuk, hogy 5 alkalommal Pfizer, 1 alkalommal Moderna vakcinát kaptunk, amely mindösszesen 165 ezer ember oltását teszi lehetővé, azonban az oltóhelyeknek a nagyfokú aktivitása miatt 134,5 ezer ember oltása már meg is történt, ahogy az előbb említettem. Köszönöm az oltóhelyeknek azt a precíz, pontos munkát, amivel nem csak a védőoltások beadását végzik, hanem az ezzel járó adminisztrációt, logisztikát és még mindenféle szervezési folyamatot, kérdést annak érdekében, hogy egyetlen egy oltóanyag se mehessen kárba, mindegyik felhasználásra kerüljön. Az újonnan engedélyezett vakcina mindkettő működési elve úgynevezett vektor vakcina. Ez azt jelenti, hogy egy ártalmatlanított vírus, egy már szaporodásra nem képes vírust használunk fel arra, hogy azt az üzenetet bevigye a sejtbe, amely a tüskefehérje termelődéséért felel, majd ez ellen termelődik ellenanyag a szervezetben. Most egy
alapcsomag információt fogok a házi orvos kollégák részére bocsájtani. Azért nevezem csomagnak, mert nagyon sokféle információt tartalmaz, egy kis oktatófilm kíséretében is, hiszen tudjuk jól, az elmúlt napon említettem, hogy már az egészségügyi dolgozókon, a szociális intézményben dolgozók és lakókon túl a 89 év feletti korosztályt szólítjuk meg, és biztosítjuk az oltakozás lehetőségét számukra. Ezt jellemzően házi orvosok fogják elvégezni, megkapják az információt egy adatbázisból, kik azok, akik jelentkeztek, természetesen az oltakozók is kapnak információt, és vagy a házi orvos, vagy egy oltó csoport fogja elvégezni az oltásra jelentkezőnél a védőoltást. Ehhez adunk segítséget, minden információt, ami a védőoltásnak a technikai elvégzéséhez szükséges, és az információ a beteg, illetve nem is beteg, hanem az oltakozó számára is rendelkezésre álljon. Számítunk a házi orvos kollégákra, remélem már teljes körűen beoltakoztak. Nyilvánvalóan a második oltásuk még nagy valószínűséggel vissza lehet, de a védettség náluk is elindult, és ezért tudjuk őket bevonni ebbe a munkába, ők maguk már védettek legyenek, ez a cél. Az utasításomra a mai napon ki fog menni ez a csomag. Természetesen elsősorban, illetve első körben a kormányhivatalokhoz, majd a járási hivatalokon keresztül a háziorvos kollégák hozzájutnak ehhez a csomaghoz. És kérem őket nagy tisztelettel, hogy készüljenek erre a feladatra. Kérem, hogy tanulmányozzák ezt az információ csomagot, amit átadok, és hát időben, amikor elkezdjük a védőoltásokat, akkor számítunk az ő munkájukra, hiszen jól tudjuk, mindig is Magyarországon ők az oltakozási tevékenységnek a bástyái voltak, ők adják be az influenza elleni védőoltásokat, ők adják be a gyermekkori kötelező védőoltásokat, úgyhogy nem idegen ez a feladat számukra, és számosan közülük gyermekházi orvosok is önként jelentkeztek erre a feladatra. Én nagyon szépen köszönöm ezt a hozzáállást, ezt az aktivitást, együtt ezzel a mennyiségű oltóanyaggal jelentőset tudunk majd lépni előre. Egy örömteli hírt szeretnék még bejelenteni. Ez tulajdonképpen egyfajta tudományos előrelépés a Nemzeti Népegészségügyi Központban. Korábban már kimutattuk természetesen az angol mutást, ugyanígy a Pécsi Egyetemnek a tudósai, Jakab professzor úr vezetésével szintén kimutatta ezt a vírust, azonban most sikerült tenyésztenünk is ezt sejttenyészeteken a BSL-4-es, tehát a súlyos megbetegedést okozó kórokozók tenyésztésére alkalmas referencia laboratóriumunkban. Ez azért bír jelentőséggel, mert, mint említettük, fejlesztjük a magyar vakcinát is, és a vírus magának, a vírusnak a tanulmányozásával, a tulajdonságainak a beazonosításával egy újabb jelentős lépést tudunk tenni majd abba az irányba, hogy a magyar vakcina leginkább a magyar populációra adaptált legyen. Köszönöm szépen a figyelmüket!